következő mérkőzés Lőrinc György, illetve Dudás Károly lesz majd, amit majd Károly fog kezdeni. És már el is kezdik. Méghozzá egy 33-as dobással. Pont. 20 pont. 130-ra kerekített. 38 pont, György 130-ra. 41, sajnos nem jött a kerekítő a végén. 43 pont. György 89-re jön. 57, György rádobott a duplára, nem használta ki a sima kiszállót.
41, György 32-re jön. Nyolc pont. Marad a 24. Károly még 253 ponton van, ez még ugye nem kiszálló. Ötvenkettő. György 24 pontra. György 12-t dobott, továbbra is kitart a duplái mellett, amik egyelőre sajnos nem jönnek neki. Száz pont, 101-re kerekít, György 12-re. 101-re. Megbosszulhatja. Húsz pont. György 12-re. Ez szintén sok lett sajnos. Károly 81 pontra. Tizenhárom pont, 68-ra marad. György 12-re jön. És egy tripla 12-vel sajnos besokal már harmadszor. Károly 68-ra jön. Pontot dobott, 7 maradt neki. György 12-re továbbra is, és megdobja első nyírra. Ezzel egyből Lőrinc Györgynek, és ő is fogja kezdeni a második leget. Nyolcvan ponttal kezd György. Károly 41-jel. Az 40. Harminc. Nyolc pont. Negyvenöt. Harmadik sajnos lecsúszott.
100. Ezzel 123 pontra kerekít. Viszonylag nagy előny letett szert. Ez 51. György 123-ról szállhat ki. Ezzel 84-re marad. Károly még 334 ponton van. Eléggé magasan. György 84-re jön. Pont. 38-at hagyott magának. Az első szép nyilat sajnos 2 darab rontott nyíl követte. György 38-ra. És egy pehes második nyíl, ami az 57-ben landolt, így sok lett. György 38-ra ismét. És egy 6-os, illetve egy dupla 16-os dobással megnyeri a mérkőzést Lőrinc György.